Abban az időben Jézus ezt a példabeszédet mondta tanítványainak. A mennyek országa olyan, mint amikor egy gazda kora reggel kiment, hogy szőlőjébe munkásokat fogadjon. Miután napi egy dénárban megegyezett a munkásokkal, elküldte őket a szőlőjébe. A harmadik óra körül megint kiment, s látta, hogy mások is ácsorognak ott tétlenül a piac téren. Ezt mondta nekik, menjetek ti is a szőlőmbe, és ami jár, megadom majd nektek. Azok el is mentek. Majd a hatodik és a kilencedik órában újra kiment, és ugyanígy cselekedett. Kiment végül a 11. óra körül is, és újabb ácsorgókat talált. Megkérdezte tőlük, miért áldogáltok itt egész nap tétlenül? Azok ezt válaszolták, mert senki sem fogadott fel minket. Erre azt mondta nekik, menjetek ti is a szőlőmbe. Amikor beesteledett, a szőlősgazda így szólt intézőjéhez. Hívd össze a munkásokat, és add ki a bérüket, az utolsókon kezdve az elsőkig. Először azok jöttek tehát, akik a 11. óra körül kezdtek, és egy-egy dénárt kaptak. Amikor az elsők jöttek, azt hitték, hogy nekik többet fognak adni, de ők is csak egy-egy dénárt kaptak. Amikor átvették, zúgolódni kezdtek a gazda ellen. Ezek az utolsók csak egy órát dolgoztak, és ugyanúgy bántál velük, mint velünk, akik a nap terhét és hevét viseltük. Ő azonban ezt felelte az egyiküknek. Barátom, nem vagyok igazságtalan veled, nem de egy dénárban egyeztél meg velem? Ami a tiéd, fogd és menj. Én ennek az utolsónak is annyit szánok, mint neked. Talán azzal, ami az enyém, nem tehetem azt, amit akarok? Vagy rossz szemmel nézed, hogy én jó vagyok? Így lesznek az utolsókból elsők, és az elsőkből utolsók. Melyikünk ne járt volna már így? Amikor örülhetnénk valaminek, amikor elérjük azt, amit szerettünk volna, mint a példabeszédben a szőlőmunkás megkapja az egy dénárt, amiért dolgozott, akkor mégiscsak ott van az elégedetlenkedés, ott van az, hogy a szomszéd fűje mégiscsak zöldebb. Még ott van, hogy én elértem, meg megkaptam, de mint hogyha akkor másoknak még jobb lenne. De miért kell, hogy ez elvegye a mi kedvünket? Egyszer egy idős nénivel beszélgettem, és ő mondott egy olyat, ami végtelenül egyszerű, de mégis nagyon elgondolkoztató. Azt találta mondani, hogy Laci atya, tudod, annak örüljünk, ami van, és ne amiatt szomorkodjunk, ami nincs. És úgy gondolom, hogy ez nagyon igaz. Tényleg, ne azt nézzük, hogy mi van a másikkal, vagy mit csinál a szomszéd, vagy miért jobb valaki másnak, hanem hogy mennyi minden valamit ajándékba kapunk. Azt hiszem, nekünk embereknek tényleg nagy az igazságérzetünk, és valahol tényleg, amikor most hallottuk ezt az evangéliumot, talán minket is bosszant, hogy hol van az igazság. Tehát miért van az, hogy ugyanannyit kap az, aki egyetlen órát dolgozott, és az, aki 12-t. Mert lehetne ezt másképp is. De Isten egészen másképp gondolkozik, mint mi. Ő úgy gondolkozik, hogy ő mindenkinek a teljességet akarja adni, mindenkinek a maximumot. És ez nem átverés, mert aki reggel óta dolgozik, legalább neki megvolt a biztos munkája. Tudta, biztonságban élt, hogy ő meg fogja kapni a jutalmát a végén. Aki 11 órát átsorgott, és bizonytalan volt, hogy egyáltalán tud-e aznap vacsorázni, annak szerintem sokkal nehezebb lehetett, igaz, nem a szőlőben dolgozott. Ez az evangéliumi rész egy picit úgy tűnik, minthogyha az emberi életet is leírná. Van, aki élete elején megtalálja Jézust, aki már reggel elmegy dolgozni. Aztán van, aki élete közepe felé talál rá Jézusra, ő az, aki délben megy el. És olyan is van, aki halála előtt tér meg, vagyis a 11. órában. Jól emlékszem, még általános iskolában hallottam a hittanórán egy kedves gyerekeknek szóló képet, hogy milyen is a mennyország. És azt mondta a tanítónéni, hogy olyan, mint amikor mindenki viszi a saját korsóját, amit az életében összeszedett, a jó cselekedeteket. Van, akinek nagyobb, van, akinek kisebb. És Isten mindenkinek teli tölti, mert ő mindenkinek a teljességet adja, mindenkinek a legtöbbet, a legjobbat adja. Leggyakrabban talán az irigy szőlőmunkással azonosítjuk magunkat. De vajon van valami, amiben érdemes hasonlítanunk a szőlős gazdára? Én azt hiszem, hogy igen.
Ha mindig csak garasoskodunk, filléreskedünk és méricskélünk, alig ha leszünk boldogok. A szőlős gazda ad, bőkezűen, túlcsorduló mértékben. Ha ellessük tőle, és megpróbáljuk utánozni a nagy lelkűségben, a szeretetben és a bőkezűségben, biztos vagyok benne, hogy mi is boldogabbak leszünk. Áldott vasárnapot kívánok!